Köszöntök mindenkit a Puskás Arénából, a szerbek ellen idegenbeli bravúr után ezúttal a magyar válogatott Szlovénia gárdáját fogadja a felkészülési időszakban. Szlovénia is bravúr alatt lesz majd az Európa-bajnokságon, ahogyan a mieink is. Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés tehát az első hazai mérkőzésünk júniusban, de nem az utolsó, hiszen ezután még Ciprussal játszunk idegenben és hazai pályán majd Norvégia ellen tartjuk a főpróbát az Európa-bajnokságra. Hát hogyha Szerbiát idegenben sikerült legyőzni, akkor azért hazai pályán Szlovénia ellen ez szintén elvárható. Meglátjuk, hogy majd milyen eredmény születik, a himnuszok következnek. Azt tudni lehet elsősorban, hogy a mai mérkőzés főleg a kísérletezés egyében fog zajlani, viszont Dibusz Dénes ezúttal is ott van a magyar válogatott kezdőjében. Ami a védelmet illeti, Szalai Attila Balogboton, illetve Csóka Dániel kap majd szerepet. A hátvédsorban Kalmár, Varga Kevin, Négó, Nagy Ádám és Schäfer lesznek ott a középpályán. Varga is hosszú idő után tér vissza az együttesbe, és a kezdőben találhatja magát ma Sallai Roland és Szoboszlai Dominik, úgyhogy elől nincsen meglepetés. Ugye Csóka debütál a magyar válogatottban, őre nagy valószínűséggel majd csak az olimpiai játékokon számít Marco Rossi, esetre majd Szlovénia ellen is megkapja a lehetőséget, akár csak Balogh Botond, úgyhogy összességében egy fiatal védelemről van szó, amely azért nem egészen összeszokott. Meglátjuk, hogy majd Szlovénia ezt hogy tudja kihasználni. A szlovéneknél mondjuk nincsen nagy kísérletezés, tehát egy igazi alapcsapattal érkeztek ide Budapestre, Oblakkal a kapuban, a védelemben Jokic, Blažić, Mavrias és Stojanović kezdenek, a középpályán ott lesz majd Kurtić, illetve Kampl, előttük futballozik majd Zajc, Zahovic, illetve Iličić, a támadó pedig Sporár lesz a mai mérkőzésen a szlovéneknél. Vannak azért viszonylag ismerős nevek, hát Oblakot és Iličićet azt hiszem nem kell bemutatni senkinek, de például ugye Blažić, ki korábban játszott a Ferencvárosban, és aztán ugye a Ligönben az Anzsé védője is volt, Mihály Blažić, vagy Sporár, aki ugye megfordult például ugye a Szlovánban, és hát nagy meccseket játszott a Dac ellen, amelynek ugye Schäfer és Kalmár is akkor még a tagja volt azokon a meccseken, amin Sporár játszott. Sallai kerülhet helyzetbe, és teszi vissza a labdát Blažić, és most már fel tud szabadítani a szlovén védelem. Stojanović, Zajc, Kurtić, hát Kampelnek is ugye van Bundesliga tapasztalata a szlovén csapatból. Zajc indulhat el, és indítja ott Zahovicot, és Zahovic egészen üresen mehet, úgyhogy itt lehet az első helyzet a szlovén élet. Zahovic beemeli a labdát, jön Dibusz, ki kellett ütnie, aztán Szalai elesik ott Dibusz mellett. Dibusz meg nem fogja meg a labdát, ajjaj, mert már kiment a 16-oson belülről, Szalai passza meg szerencsével átjut a szlovéneken. Csóka, Schäfer. Hát eléggé megilletődötten kezdünk, de hát ha ezt lehet majd valamennyire kompenzálni, mert Négó megindul, ott van rajta Blažić, de Négó ott hagyja. Négó lövi, kapufa, még egy, és kijön onnan. Oblak meg belerúgja Szoboszlaiba, de nincs bent a labda. Hát bocsánat, Sallaiba, nem Szoboszlaiba. Na, hát nem kellett sokat várni azért arra, hogy legyen egy igazán nagy helyzetünk. Négó lőtt egy dupla kapufát, de nem volt szerencsénk, marad a 0-0. Az első helyzet a magyar válogatotté. Zajc. Zajcot felrúgja Szalai, de mehet tovább, mert Zajc elindult. Iličić. Iličić ott a szélen, Iličić. Csóka lép ki rá, be tudta adni Csóka mellett Iličić. És aztán most már Varga. Sallai indul be, és kapja is talán a labdát Vargától, sajnos előtte opozícióban voltak a szlovének. Kurtić. Zajc. Vissza Kampelnek. Kampel Sporárhoz. Sporár. Oda megy szerelni Csóka, aztán Csókának másodszor is megvan, hiszen megint nem Szalai Attilana, ő meg már jó helyre passzolt. Nagy Ádám. Varga indulhat a szélem. Mevlia rajta, Varga. És többen középen, hárman is, Kalmár, Szoboszlai és Sallai. Visszagurítás Sallainak, tovább Kalmár! És beláll Blažić becsúszva, hogy ki tudják hozni ezt is a vendégek. Zahovic. Sporár, ez az első magyar-szlovén összecsapás egyébként itt a csatornánk történetében. Már csak ilyen szempontból is egy igazán új találkozó, az Jokicsnak csúszik oda Schäfer, és akkor utólag a játék között ad egy sárgát Szalai Attilának. Na mindjárt megnézzük majd, hogy miért. Ugye itt, amikor megindult Kurtić, akkor rúgott neki oda egyet Szalai, ezért jár utólag a sárga lap.
Meg most egy szlovén szabadrúgás, Kurtić Iváti be, Sporár fejjel fölé. De tulajdonképpen először veszélyeztettek a szlovének, legalábbis először lőttek, illetve fejeltek. Zaovic, Zajc, az jó Sporárnak, megint helyzetben a szlovének, Sporár lő, óriásit ment Balogh-Botond. Ez igen, Iličić. Ez most már tényleg nagy zicser volt Szlovénia előtt. Zajc Iličićsel összejátszik Szalai Attila, Négo elől ollóznak, és egy dubusz véd, és Sporár tette kapura akrobatikus mozdulattal a labdát. Négo. Hát Négo, ez egy nagyon rossz passz volt megint. Jokić, Kurtić, Kampl Zajcnak. Zajc Sporárt választja, Sporár vissza, és jön aztán Csóka. Ő megoldja dubusz, ő meg eladja Zaovic. Ott az újabb helyzet, és mellé pattog a labda. Egy szerencsénk volt, de les is volt már. Csóka. Ajaj, Csóka megint nagyot hibázik. Sporár, de most így nincs les. Dubusz viszont jól jön ki a kapujából. Hát gyerekek, szedjük össze magunkat, mert ez így nem lesz rendben. Balogh-Botond, na most ő is eladja. Másodszor már jó a passz, a Schäfer viszont nem tudott lefordulni Zaovicsról. Sporár. Kihasználják ezt a teljesen szétesett magyar védelmet most a szlovének. Kurtić. Kalmár sem tudja szerelni. Most igen. Dobhat Szlovénia. Hát egy Négo kapufán kívül semmi más nem volt úgy nagyon a magyar válogatott neve mellett az első fél időben. Esmert járkozom a szabadrúgás kifelé. Szlovénia viszont nagyon jól használja ki a hibákat. Szerencsére azért nem 100%-osan, hiszen gólt nem lőttek ezekből. De hát lesz mit kijavítani az Európa-bajnokságra, és hát alig ha ezzel a védelemmel fogunk felállni. Az viszont most jó volt. Kalmár tette le egy Szoboszlainak, és ez már zicser. Szoboszlai, ott a lövés, ez is kapufa. Hát az a kapufa. Ma nincsen velünk, nincsen a hazaiakkal. Blazsics, Zajc. Hát két magyar kapufa, egy Szoboszlaitól, egy Négótól, meg szlovén helyzetek. Összességében így lehet értékelni az első játékrészt, vagy összefoglalni. Magyarország-Szlovénia 0-0 45 percnyi játék után. És akkor elkezdődik a második félidő itt a Puskás Arénában. Magyarország-Szlovénia 0-0 tehát a második júniusi felkészülési mérkőzésünkön. Varga helyett érkezett Sallói, úgyhogy cserélt Marco Rossi, Sallói is megkapja a bizalmat, a lehetőséget, bár rá nagy valószínűséggel inkább majd a júliusi olimpiai tornán számítanak, hiszen ugye a magyar válogatott egyben nem csak az EB-re, hanem az olimpiára is készül, viszont ott nagy részében egy kicsit más kerettel, hát most még lehet kísérletezni, hiszen a következő két meccs már egyértelműen az EB-re való felkészülés szolgálja majd Ciprus, illetve Norvégia ellen. Szoboszlai felé jön egy labda, Mevia, viszont ott van Stojanovic. Kampl éveli fel Zajcnak. Zajc Kurtićnak, nem volt jó, Kalmár jól lépett oda, Szoboszlai indul el, Sallói kérni ott a szélen, Szoboszlai még inkább leteszi, Kalmár lő mellé. Szép játék volt, csak Kalmár ezt nagyon nem talált el jól. Lejön a pályáról Zahovic, és érkezik majd a helyére Bohár a szlovén csapatba. Oblak, Mevia, Stojanovic. Stojanovic passza Kamplnek. Kampl vissza, Stojanovic. Iličić. Zajc. Ez itt Szalajé. Nagy Ádám, jól viszi tovább. Gólhelyzetben Nagy Ádám. Lövés, Oblak. Lábbal kiszedte Nagy Ádám helyzetét. Szép szólót csinált Nagy Ádám. Kár, hogy a befejezés az nem jött össze. A második gólját lőtte volna magyar elválogatottban Nagy Ádám. Még 2020-ban az Európa-bajnokságon Portugália ellen volt eredményes, hogy közel 4 év után lehetett volna ismételten gólt Nagy Ádám. Sőt, mivel májusban volt ez az EB, már több mint 4 éve. Négo eladja, Mevia. Bohár. Zajc. És majd egyébként megint újoncet avat a magyar válogatott, de erről majd később, mert Schäfer ad egy jó labdát, Sallai mehet zicserben, Sallai lő, Oblak véd nagyot, és még ott van Szoboszlai, gól! Vezet a magyar válogatott. 68. perc, Szoboszlai szerzi a vezető gólunkat. Sokat kellett rá várni, de megérte, 1-0 a magyar válogatott javára. És Oblak megint nagy zicsert védett itt Sallai lövését, de ott volt Szoboszlai az üres kapura, és berúgja. 1-0. Vezetünk Szlovénia ellen a 68. percben, és akkor lejön Csóka, érkezik majd a helyére Horváth Krisztofer, úgyhogy ő debütál a magyar elválogatottban. Először ölteti magára itt a címeres messz nálunk Horváth Krisztofer, és ez azt jelenti, hogy
Egy kicsit szerkezetet váltunk, hiszen Horváth Krisztófer ugye támadóbb szellemű, úgyhogy nagy valószínűséggel majd Nagy Ádám lép vissza egyel még jobban védekezni. Horváth rögtön jó szólóban, még egy szlovént ott, hogy Horváth Krisztófer, ott a helyzet! És Oblak ezt is kivédi. Hát alig kellett pár perc, hogy Horváth Krisztófer villanjon, kis hián egy debütáló góllal. Iličić, Sporár. Az ilyen megmozdulásokkal akár majd Ciprus, illetve a következő Norvégia elleni főpróbán is szerepet kaphat. Vagy akár majd az EB-n. Kampl. Sporár. Sporár. Ajaj, vigyázzunk! Mellé. Jó lövés volt Sporártól. Annak ellenére, hogy nem talált kaput, veszélyes lapos lövés volt. És akkor még egy csere. Vida érkezik majd Schäfer helyett. Mondjuk ő is nagy valószínűséggel majd az olimpiai csapatban játszik. Verich. Jött egyébként Kurtics, helyett cseréltek a szlovének is. Vida tehát a pályán. Szoboszlai. Bizony szabálytalan volt vele szemben Blažić, úgyhogy szabadrúgással jön a magyar válogatott. Lap nincsen, szabadrúgás igen, Vida végezte el. Sallói. Sallói passz szakal már tovább. Szoboszlainak nem volt jó. Vertich. Stojanovic. Iličić irányába. És bizony Iličić ezzel most elindulhat. Szalai Attila próbálja őt utolérni. Iličić a szélen. Iličić, Szalai Attila nem tudja szerelni. Iličić megy el, és aztán kanyarintja középre. Ott az érkező ember, még mindig ott a helyzetű busz vetődik királyól. Nagy. Ellopták előle Zajc. Nagy Ádám odarúgni sem tudott. Zajc mehet a helyzet. Zajc még egy cselt bevet. Zajc még egyet, ott a helyzet, és egyenlít Zajc. A 85. percben kiegyenlít Szlovénia. Hát ez sok. És egy hideg zuhany itt a végén. Nagy Ádám hibázott bele ott hátul. Zajc megszerzi az egyenlítő gólját Szlovéniának. Nagy kár érte. Mert így nem sikerül győzelemmel zárni. Vagy győzelemmel folytatni a felkészülést. Hát zárni még sikerült, hiszen van hátra egy Ciprus és egy Norvégia elleni meccsünk még. Sallai. De hát ha még meg lehet itt a győzelem. Sallai megy el. Sallai még mindig. És Blažić végül szereli Sallait. Bohár. Vissza Jokićnak. Bohár. Zajc. Kampl Iličićnek. Jön egy ívelés. Zajc. Zajc előre. Bohár. Még ó próbálja utolérni. Bohár még. Visszateszi Jokić. Jokić Bohárnak. Sporár. Sporár és Nagy Ádám szerel. Dibusz. Jaj, Dibusz mit csinál? Még mindig ott van. Dibusszal szemben szabálytalanok, elrúgjuk aztán a labdát, és mostan vége. Magyarország-Szlovénia 1-1, tehát döntetlennel folytatjuk a felkészülést. Folytatjuk.